Szia, Mika! Szervusz, Gábor! Andor! Éppen várok egy ismerőst, hogy megmutassa nekem, hogy hogyan kell megcsinálni azt, hogy egyszerre... Mi az ez a... Ez a szavazás vagy verseny. Tényleg még nem tudom, mert még nem csináltam, és azért nem tudom, hogyan kell. Ugye valamit így elmondott, de számomra érthetetlen. Ugye párbaj, a párbajozni szeretnék, és ugye e véget kell egy kis segítség, hogy hogyan kell ezt csinálni. És azért nézek itt így bambán ki a fejemből. Már nem tudom, hogy hogyan. Oké, most itt vagy, Zsani, egyelőre. Jaj. Oké, vagy hallunk, hallunk. Ugye látom, hogy ugye még a kamerát az be kell kapcsolni. Ja, megvan a kamera gomb. Azaz. De megint kicsiben vagyunk. Igen, igen, de figyelj, legalább olyan helyen vagyunk, ahova fog tudni jönni a srác, hogy hogyan kell. Úgyhogy most őt várjuk, hogy akkor itt valamit így alkosson, mert nekünk ez így még nagyon, nagyon igen, nagy. Ugye függőlegesen felezve szokott lenni a képernyő. Igen, de mármint én is láttam már egy ilyen, de még nem tudom, hogy hogyan kell. Én itt próbálkoztam minden, de csak ugye meghívni tudlak, meg plusz vendég hozzáadása, élőzés együtt, igen. Na, Janet, amiket tudom még hozzárakni, mint néző. Várjál, már csináltam Ja, egy ilyet. hát ez király, na ez már kicsit jobban néz így ki. Már egy kicsit előrébb tartunk. Ja, haladunk. Kezd valami összeállni. Jó, rögzített rendszeresen résztvevők számától független. Az RSZ, igen, jó, oké. Mondjuk, hogyha odaállok... Még jöhet még ide, még más is. Azt a mindenit, mi van itt? Ugye? Csak én próbálok úgy, hogy az asztal legyen előttem, mert háttal se akarok lenni. Na. Na, ha emlékez, használ szájnak az előző küldés, azonnal ízése többi. Na. Hogyan írd le az élő célodat? Hogy fogom elérni. Beírom, hogy tojás evés. Mondjuk mennyi egy panda, vagy vannak itt ilyen izéket, hogy legyen akkor a 10 rózsa, vagy 20 rózsa, megerősítés. Ja. A kitűzéshez. Kitűzés. Na,
Én nem tudom, valamit csináltam, hogy ez működik-e, vagy nem működik-e. Csak is elérne a célom tojásevést, küldés. Úgyhogy az, hogy ez itt most micsoda, meg hogy hogyan van, pöccsincs jobbra hozzászállnak megtekintéséhez, oké? Okay. Hát pöccintem jobbra, akkor is csak azt látom, hogy kik csatlakoztak. Aha, szóval itt kell küldeni, de ez még mindig nem az, amit szerintem én akarok. Igen, van az a VSS, amikor nyomkodni kell az egy kijelzőt. Igen. De valamit már érted ki, egy dolgot már elértünk, úgyhogy na, nézzük meg akkor itt ezt a tojásevés. Akkor tojásevés. Azt nézem, hogy mert itt, hogy ez az élő cél 4 óra múlva jár le, hát most... Addig nem fogok én itt lenni 4 órán keresztül. Oda vagy a székhez. Egy darab rózsa, egyelő egy tojáshevés. Aztán meglátjuk, hogy nem lehet itt időt változtatni. Nem. Ja, véletlenül megnyom, és befejezi az adást. Négyes forog jó lesz fédelezéshez. Nem elhozom. Micsoda? Ja, hogy úgy négyes a méretébe. Jó, oké. Okay. Ja. Én azt hittem, hogy 3-as forog, 4-es forog. Ja. Szerbusz, Sanyi! Hogy Hello. Vagy? Reméljük jó. Próbálkozunk egy ilyennel. Sanyi, nem jössz ide be? Már behívlak téged is. Egy vendég. Igen? Jó. Akkor. Ja, mert ezt így módosítani kell egy ilyennelre, vagy váltás. Oké. Okay. És akkor... Ó, oh, vagy Sanyi. Hogy tudlak meghívni a vendég? Meghívását nem te vagy. Jaj. Mi történik? Kérje csatlakozási kérelmet. Szerintem Sanya úgy fog működni. Hiába akarok megnyomni a meghívást. Hátsó Csaba Fishing. Mert azt hiszem, ebből a... bedobok még egy botot, ebből nem lesz semmi, marad csak ez az egy. Miért? Mert még etetőanyagot sem kevertem még ki. Ja. Egy. Figyelj, az az egy bot is lelkesen bent van. Na, akkor nézzünk rá a radarra, hogy mit mutat a radar. Ja, tényleg az. Hadd fájdítsa a szívemet. Az előbb olyan szép halacska volt ott, hogy... Jó, is itt begyújjuk. Elmegyünk a... Nem arra, erre. Dipper, úgy.
És rácsatlakoztunk a ez az működőképes lett, és akkor itt mindjárt lesz majd egy kis sötétebb. Féderezek, Csabi, majd féderezni megyünk. Ja, picivel. Ja, hogy mutassam. És ott áll alatta már a nagy. Hallod? Még nem volt ott semmi, látod? Aha. Lehet, hogy rá kéne. Nem, beszórtam egy kis tigris mogyorót. Ugye itt, ezt, hogyha itt nézitek, ez itt a halacska. És ugye a bójánál van berakva. Ja, hogy még nincs meg a 100 követőd, azért nem lehet. És ugye ott a másik is, mármint ugye egy helyre van bójánál lerakva, ugye ott egy kicsi is. Azért egész szépen jelzi ott a halacskákat. Hát még víz közt van ott, még nem, vagy nem? Egy bójára van rárakva a díper, szóval fix helyen van, és ami alatta elúszik, azt mutatja. És a bója alá lett ugye beszórva a kaja. Az komoly, de szépen vándorolnak ott. Mennyi, 10 méterre van, nem? Vagy 15? Hát egy ilyen 20, 15-20, attól függ, honnan nézzük. Innen a vízből, vagy bentről kifele. Ugye, most megint ott egy, az alján el van. Amúgy lehet látni, hogy amikor ez a sík terület van, akkor nincsen ott egy hal se. Ugye, ami itt ezen a részen van. De itt ezen a ponton, ott éppen ott van egy halacska, ami lassan ment el. Jó, egy deepőrrel nézzük, szóval nem egy nagyon komoly. Ugye ott felül megint beúszott egy alá. De azt lehet nézni, hogy aktívak Igen, azért. igen, tehát nem mondanám van aktív vermelésnek, hogy nem nagyon mocorognak. Jó, hát figyelj, vízmélységünk ott 1 méter, plusz az iszap, ami egy másfél. Szóval látod, most nincsen semmi, aztán megint ott alul látod, megjelenik valami. Nem is akár mekkora. Wow. Dobra, be, ja, nincs bekeverve kajád, mi? Jó van, egy fene. De csak azért, mert nem tudjuk ezt a szavazást megcsinálni, úgyhogy bekeverek. Addig tartsd a lelket a többiekbe. Hát nálam 4 személy van. Itt vagy még Csabi egyébként? Mivel az oléba lettem behívva, én így nem látom, hogy... 4 személy van összesen, úgyhogy a Sanyi az itt van, Csabi is van, akkor Clarissa itt van, Nyári István és a Stifler. Lehet, hogy jó lenne egy fejlámpát is kihozni. Hát igen, azon filozok, hogy itt a pincében vagy öregszek, vagy nem látok, vagy csak szarok. Jaj, öregszem, megszólal a kislány. Hát de az SS tüskével alig találok bele. Érzésekkel, bogarabb, érzéssel. Jaj. Tudod, a rutin meg az évek és a tapasztalat. De már ezek a finom mozgások sem mennek. Azért milyen jobb besötétedett a Zolinál.
Tényleg, te még nem is láttad a hocsiják a stégát, hogy hogyan csináltam Nem, meg. de azt láttam, hogy ott van ott valami kerítés, vagy nem Ugye? tudom. Ugye? De az Mindjárt. hogy? Hát, Voltak hülyék? Vagy hülyék végül is, kellett? hogyha én a parcellásoktól egy, ezt nem azt mondom, hogy ezt várom, csak mondjuk teszem azt így, van egy ilyen, hogy ilyen, így lehet akkor így lezárni magunkat. Aha. Jó, tudom, én csalok, mert nekem van itt, hogy hívják is, ház is hozzá. Ja, Nem kell Istenem. lakókocsit, nem kell lakókocsit kirakni. Szerinted, Johnny, ha bedobom, fogok halat? Biztos. Add Csontival? magad. Micsoda? Csontival? Fogok keszeget? Szerintem simán. Még én idén majd tévéhez is akarok, arra is rá akarok majd állni. Nem csak a hajó mindig. Hajó, hanem jó. Na most faszán meg lett csinálva, most jó lesz. Van rajta hínárvédő, vettem hozzá egy pótaksit. Au. Tali tulajdonképpen egy egyszerű bordás kosáron. Régi hagyományos módszer, alul csonti, felül is lóg egy csonti. Úgyhogy... Tényleg kéne egy fejlámpát. Na jó, akkor elmegyünk fejlámpázni. Vagy egy jó refi. Inkább moskotok szerelékeket, mint kint a hidegbe kelljen szopni vele. Na közben ez a kevés néző, aki itt van, nyugodtan a követéseket benyomhatja, meg a lájkokat. Na, végre. Indeed. Platty. Mutatok még egyet. Na, tájgaz bedobva. Nem tudom, hogy mennyire látni. Gyorsan beköszönök a Facebook lakóknak is. Jó? Jó van. Ide invitálom őket, hogyha gondolják, akkor csatlakozzanak. Itt még van műsor. Igen, ugye a Facebookban az, hogy vissza tudod nézni a live-ot, itt meg ugye nem tudod visszanézni. Vissza tudod, csak kicsit macerás. Egyetlen egy probléma van nekem itt a ruhámmal. Tudod, a termóruha az miért gáz? Miért? Főleg, hogy így végig, tudod, ilyen vízhatlan, meg izé, meg stb. Elfingod magad, és itt felüljön ki minden.
mint mi az a melles csizma. Már egy picit ledöktek Az itt. az, jó, tudod te, hogy miről beszélek. Gyere, gyere, Husi, gyere le, gyere. Már itt a kutyán hallottam, hogy puffog. Gyere, Pipi. Gyere, édesem, gyere. Pipike. Na, irány, de live. Live. Elforgatjuk. Szép délután kívánok mindenkinek, vagy már estét, mert már eléggé kezd sötét lenni. Egy kicsit kiültünk pecázni. És igen, hiába vagyok egyedül, akkor is ültünk, mert itt van a vonalba velem a TikTok csatornán a Zsani. Bár ugye most csak a... Na, az itt van. És itt nyomatjuk közösen a dolgokat. Úgyhogy aki szeretne, az a TikTokba tud hozzánk így csatlakozni, mert a live műsor most itt megy a titkon, a TikTokon. Próbáltunk összehozni valamit, hogy ilyen szavazásos, de nem ment, úgyhogy nem tudtuk. Ékres Anita, szia! De rég láttalak. Igen, tudom, rég voltam. Itt a Pipi, lejött hozzám. Na látod, vannak ilyen kedvesek, mint ez a kisernő, hogy van abban a szarban még hal. Tudod, valakinek ez szar. De tudod, figyelj, kisernő, nem muszáj nézni, láttam már, érted, elég sok mindenhez hozzáírkáltál, meg hozzá, hogy hívják, hogyha milliót leraknál ide az asztalra, akkor se engednélek ide behorgászni. Ennyi. Úgyhogy... Érted, nevetséges ember vagy. Szó szerint egy nevetséges ember. Az, aki érted, így áll hozzá, katasztrófa. Kicsit fennhordja az emberke az orrát. Azt hiszi, érted, hogy fogott már egy 10-es vagy 20-as pontot, akkor ő ahogy hívják, az év horgásza. A kis Ernő. Na, menjél, Pőpipike. Na, menjél. Kifele. És hát a kis Ernő ugye egyelőre most... egy gomnyomással tiltásra is került. Ennyi. Hello, szia. Volta. Na szóval én meg ugye szombaton megyek pecázni, és nagy dilemmában voltam, hogy milyen botot rendeljek majd, és a cégtől a bemutató teremből elhoztam két darab botot, mind a kettő Okuma, ugye Fader. Igazából az miatt nem tudok választani, mert az egyiknek kicsit vastagabb, a másiknek meg vékonyabb a markolata. Ahogy az várj, a kérdés az, hogy a hosszút szereted, vagy a vastagat, érted? És akkor döntsön az. 390-es mind a kettő egyébként. Az egyik annyi, hogy 130 grammos, a másik pedig 120 grammos dugósúlyú. Viszont igen, hogy egyik igazából az egy, a vékonyabb az ugyanaz, mint a boilis botom az LS6K típusból. Hát most szombaton megnézem, hogy melyikkel tudok kényelmesebben dobni, meg nagyobbat is dobni esetleg, meg hogy mi az, ami kézre áll. Aztán meglátjuk, melyik mellett döntök. Remélhetőleg halat is fogok vele, és akkor legalább úgy is látom, hogy dolgozik a bot. Nyugodj, én meg még itt próbálom keresni a helyemet, mint a... nem is tudom, hogy kicsoda. Talán így még a botokat is látni. Vagy futunk, mint tavaly. Igen, tavaly. Dupla kapás. Nem, most már tavaly. Visszatérve erre a kísérdőre, érted, hogy attól függetlenül még mindig van egy ilyen irítség, már csak azért is, mert
Bejelentkezek élőadással is, vagy lehet, hogy téged ismer, és akkor téged akar nézni. Hát nem tudom. Én szerintem nem tudom. Nem vágom. Szóval az, hogy ugye itt a irítség, meg a, azért mégiscsak csak ránézek, csak meg rányomom, hogy na mi van, csak hozzászólok. Komolyan az ilyeneket egy kanálvízbe tudnám nem megfojtani, hanem leültetni, hogy abba horgásszon. De miért megy a horgászok között ez a nagy széthúzás, ez a igen, irítség. Na. Lehet, hogy fogott nagy halat, de még nem sikerült, még nem volt még annyi pénze, hogy egy tavat üzemeltessen, vagy annyi egy esze. Hogy... Igen. Mert nem muszáj pénznek lenni, hogyha felkeresnek, felkérnek, hogy te figyelj, vagy olyan menő és olyan ügyes, meg annyira hozzáértő. Szia, Gergő! Szia, Gergő! Na, kapásom van. Megmozdult na. A keszegezőnek a kis golyóbisa. Nem tudom, hogy így mennyire lehet látni ezt, hogy át ezt felejtsd el, ezt lehessen látni. Hát még a végén halat fogunk látni. Bár nem tudom, mert hogyha most erre az irányba beszélek, akkor nem látom, hogy mikor van kapás, tudod? Ha így vagyok, akkor meg... Húzd csak meg, de közelebb. Igen, az olyan az Ambaremban, vagyis hát ott él igazából, nem csak az, hogy ott van. Amber 2, igen, Gergő. Mekkora horoggal vagy, Zoli? Nem tudom, hogy most 10-es vagy 12-es. Fédere szereléket kötök, Gergő. Na holnap, vagy holnap, de jó lenne holnap, holnap dolgozok, szombaton megyek pecázni. Aztán lehetséges, hogy hóemberépítés lesz, meglátjuk. Hát ilyen retro szerelék az, amivel így vagyok. A egyszerű bordás kosár, alul-felül horog, úgyhogy Csali az, mondom, a 12-es kis mini horgon, ugye keszegező, szóval tényleg keszegre van rárakva, egy négy szem csonti, alul-felül, dovit etető anyag, megspécizve egy kis császármózsával, lebegővel. Saját készítési. Meg egy kis halos mikropellettel, 2 millise, az is lebegő. Nekem majd több állító lesz, Gergő. Igen. A Török Bálint. Szervusz, Ferenc Andorka. Hát, hogy mi történt az Anveren? Tulajdonképpen az Anver az megszűnt. Ugye most már Anver 2. És az, ami ezelőtt volt, azzal ne is foglalkozzál, mert az mind full illegál dolgok voltak, úgyhogy... Szóval se egy hallgazdálkodási terv, se egy víztérkód. Ezért lett most már Anver 2. De amúgy tőled kérdezi.
Zsani. Ja, Török Bálint? Nem, nem, Török hanem az Bálint. Anverrel, hogy... Ja. Igen, két videót, egy videót, kis, két kis filmet azért már készítettem ott. Remélhetőleg idén is készül majd. Idén azért kora tavasszal szeretnék menni, még így a nagy kánikula előtt. És most ki a tulajdonos, Zoli? Kérlek, felelj a kérdésre. Ja, hát. Szervusz, szia, én vagyok. Hát, Sanyi, te ugye már törzsvendég vagy már egy éve. Úgy. Az, aki december 20, nem, 31-én 23 óra 58 perckor halat fog, majd utána másnap szilveszter elsőn ő fogja meg az első tokot. Úgyhogy... Ez komoly. Sanyinak úgymond nincs ellenfele. Sanyit azt próbáljátok légy szíves bekövetni, aki itt van, hogy meglegyen a szá, vagy ez az 1000 csatlakozója, hogy ő is tudjon a titkon élőzni. Mert itt az Anveron neki van egy ilyen kis saját kis telke, saját kis lakókocsijával, saját kis Jaj, van saját ölebével. parcella. Neki van ott akkor saját parcella. Igen, 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 Ja. igen. A Sany... Én kérek el. Sanyi volt az első. Őt szoktad látni szakállasan, vagy nem szakállasan. Amikor a tó közepéről élőzök, akkor Sanyitól élőzök. Tiszakécskén amúgy, Ferenc. Gergő, fölösleges itt bármit mondani, hogy halasítás, kotrás vagy bármi. Felmész a pecatv.eu oldalra, élőadásban minden fent volt. Meg most is fenn van, úgyhogy vissza tudod nézni. Én mondhatom neked azt, hogy 30 ezer tonna hal lett belerakva. 20 méter mélyre megkotortuk. Pestről én is mentem, szóval nincs olyan messze, nem tudom, honnan menne a Ferenc. Várj, hát most Pestről. Te nagyon közel vagy Pesten. Hát idén az első kettő vendégem az év első hetében az egyik Győrből volt, a másik Karcagból. Szóval Aztán. azok így ilyen 200 kilométerek, úgyhogy kifogás nincsen, csak nyafogás. Igen. Persze, tudom, vannak közelebb is tavak, de hát egy bakancslistára fel lehet rakni még addig, amíg vannak helyek. Azért ugye itt egy kicsit másabb a helyzet, nem az van, hogy a nyakadon ülnek a horgászok. Tényleg, Zsani, nálad hány horgász volt jelen? 3 napot voltál itt, ugye? Hármat, igen, hármat. És hány horgásztal találkoztál a 3 nap alatt? Velem együtt. Hát úgy egész nap nem volt lenne senki, csak egy pár órája, de igazából nulla. Az egész Nem, jól. ott lejött a Gergő is. Ja, igen. Meg a Attila egy pár órára, aztán annyi. De hát mivel több halat fogtam, így hazament. Igen, elkented az arcát. Úgyhogy általában itt azért más. Is biztos, hogy jó víz. Bár én most nagyon sok változást hallottam, hogy ilyen komoly árakkal küzdködnek ők is. Kicsoda? Itt a tiszakécskei holták, hogy elnökségi változás volt, illetve árakat emeltek. Megy az lázadás, de mindenki csak érted, csöndbe lázad, írkál posztokat, utána szépen megy, és kifizeti. Úgyhogy ilyen tiszakécskéjeknek olyan kedvező ajánlatot adtam ide, érted, és így nem élnek vele, úgyhogy nagyon engem nem érdekelnek a kécskéjek, eljönnek Győrből is akár, hogyha kell a normális vendégek. De pont este olvastam egy cikket a gyékényes tóról, hogy ott... Ja, amit én osztottam, azt én osztottam most meg. Ja, igen. Hogy... A 400 ezer forint érted a 80 ezer helyett. És egy kibaszott bottal pecázhatsz, az mi?
hogy Egy nem nézd. sűrűket. Nagyon durva egyébként, ja. Meg gondolj, akinek ott van nyaralója, hogy azért vett ott nyaralót, hogy beszázhasson 400 000-ért kell, hogy vegyen egy évre egy bérletet. Hát azért rakjuk bele, hogy aki ott vett nyaralót, az azért vette, hogy profitáljon belőle. És hát ugye most itt szar a profitálás, mert nem tudja, hogy kiadni a nyaralót. És ugye a hallgazdálkozók azok pedig meglátták ebbe, érted, a plusz profitot, hogy nem a helyiekkel kell foglalkozni, hanem a vendégekkel, akik eljönnek, kiveszik ugye a nyaralót, és kifizetik, érted, azt a 9-10-15 ezer forintot a napi jegyre. Mert ki fogja fizetni. Érted, amikor a helyiek, érted, tönkre teszik, érted így a vizet, meg úgymond megy a lázadozás, egy idő után elérik azt, hogy ők sem tudnak majd akkor csak már meg élő vizekre elmenni. Ugye a helyi tavak azok mit csinálják? Teljesen jogos. Én aláírom. Közben rakom össze a szombati pecázó cuccokat. Úgyhogy nézőpont kérdése az egész, szóval ha igen, valakinek ott van nyaralója, és mondjuk tényleg nem kiadja, mint bérbe, akkor annak lehetne mondjuk akkor egy külön árszabás. Ha valakinek lakcímkártyája is van, ami odaszól, akkor szintén annak legyen egy külön árszabás. De az, aki vendégként érkezik oda, és mondjuk teszem azt az IFA-t, ugye az idegenforgalmi adót ki kell fizetni, annak legyen akkor plusz elszabása a horgászatra. És nem csak a gyékényes, nagyon sok ilyen víz van. Na, ott is. Tószeg, Patkó, Tavon, 110, Engedő, 95-as tégből, és Halmegnős. Tudom, Tószegről is vannak érdeklődők, ugye nekem még van itt 2 parcellám. Igaz, hogy mondjuk nekem a hal elvitel az nincsen benne, viszont hal az van a tóba, rendesen. Ugye nálam ugye a parcellának a bérlése az 250 ezer forint egy évre, de ebben nem csak egy horgász, nem csak a bérlés van benne, hanem az, hogy bárki, aki a parcellát használja, az horgászhat rajta sporthorgászként. Nem kell napi jegyet váltani. Szóval mondjuk kibérlette, mondjuk Gergő, kijössz a haverokkal, nekik sem kell. Kijön a családod, nekik sem kell. Leraksz egy lakókocsit, szóval tulajdonképpen ezért mondom, sokkal több szolgáltatást adok abba az árba, mint más-más tavon. Ha meg éppen halat akarsz elvinni, akkor arra is megvan a lehetőség. Azzal nem kereskedek olyan szinten, hogy most sok legyen a zsebembe. Amennyire veszem én, annyira fogod te is megvenni. Van még ugye 2 parcellám, ha azt nézzük. Majd jön a horgászszezon, mikor elkezdődik ez a márciusi időszak. Akkor gyorsan elviszik. Most megint így leálltak, voltak nézők, eljöttek, de nem mindenkivel szerződöm én sem, hogy 4-5 embert küldtem el, és így be is sokaltam rá. Nem finoman csipegetik ezt a kapás érzőt. Lehet, hogy mindig pont akkor húz egy nagyot, amikor ebbe az irányba nézzük. Lehet. Na, Sanyi, itt vagy még. Én, akit eddig odahívtam, mindenki nagyon jól érez hangát, és megfogták életük alát. Ja, hát igen. Sanyi, nem a reklám kell, hanem az izé a burkoló technikát, hogy megcsináljuk a fürdőszobát. Tudod, egy fürdő jobban vozza az embereket. Elkezdem behozni a cuccokat. Tudom, meg lesz, mert ilyenkor még nem lehet, csak viccelek, úgyhogy
Szerintem hallod, összerapjuk egy fél nap alatt. Már attól függ, hogyha pálinkát is hozzárakjuk, akkor lehet, hogy egy nap lesz belőle. És most betekintést láthatunk Zsaninak az életébe, ahogy Ajaj. Éppen... Itt rend a lelke mindennek, kérem szépen egyébként. Éppen Mindenre van csinálja. Sakkozva. Várjál, ne nagyon menjél, mert elmegy a térerő, tudod. Hát pedig megyek ki, megyek a térerő felett. Ja, a térerő irányába mész, oké. Okay. Kicsi ékonybot is. Ennyi az összvilágításon, szorrika. Itt csak a botok vannak, meg a bölcső, és ez a én kincses ládám. Ah! Múltkor elfelejtettem normálisan becsukni, és bement egy kibaszott egér. És teleszarta az egész szekrény. Azok kíváncsi vagyok, hogy nézd meg, hogy hány darab nak a szavia van lejárva már, vagy fog lejárni márciusig. Nem fog, el lesz az használva minden. Most vannak a kis macskáim is. Nekem volt olyan etetőanyag, meg pellet, vagy nem is tudom micsoda, vagy bojlim, aminek már 3-4 éve le volt járva a szavia, de még mindig fogtam vele a halat, úgyhogy... Hát, attól függetlenül még lehet vele fogni. Igaz, hogy akkor már nem kóstolom meg, mert beletörik a fogam, szóval fúró kell hozzá. Hogy... Ha rajta van, akkor azt meghúzza rendesen. De attól függetlenül a nagybot az még bármikor elsülhet, mert ugye azért Sanyi be van rakva itt a nagy ágyú is. Itt a nagy ágyú. Oda elét behúztam hátulról. Egyetlen egy... Ja, hallott, tegnap élőztem itt a Facebookon, Zsani. Igen, figyelek. Tudom. 3 bot volt a rotpodon. Az egyik be volt süllőre dobva. A másik ugye ez a kis bot középen volt összerakva. Mármint nem volt ugye bedobva. A harmadik az pedig a boil is. Nevezzük annak, volt szintén bedobva. Hozzászóló, hogy egyeseknek 3 bot is meg van engedve, hogy az már milyen. Mondom, nézd végig a videót, mert megmutatom, hogy... És így nézd. Tulajdonképpen akkor a 3 bot, akkor itt miről beszélünk? Na, Zsani, elmaradtál. Ja, bocsi. Itt most tégen ki van pakolva egy jó pár bot. Ja, igen. De hát az nincs az összes bedobva. Az is csak egy ilyen irigykedő, kötekedő emberke. Komolyan. Én most már a horgász, az a gond, hogy ebben a horgász vizsgában is már úgy van, hogy protekcióban már megkapja valaki, érted, a horgász engedélyt. Nem úgy, mint mondjuk a jogosítványban, hogy kell tenni ilyen, meg olyan, meg amolyan vizsgát. Én olyan szinten leszigorítanám a horgász vizsgát, hogy még valami illem, akármicsodát is kelljen lerakni, mert az, hogy van horgászvizsgám, és kiülök a partra, bebaszom a botokat, és közben mellette, érted, bebaszok én is, az nem horgászat. Nem azt mondom, hogy ne igyon, egyáltalán. Én úgy vagyok vele, hogy vagy iszik, vagy vezet. Igen. Tényleg, Sanyi. Igen? Nem, most a Sanyinak mondom, ja? Ilyen sokáig horgászni engem még nem is láttál. Vagy ilyen sokáig fent lenni, nem? Hát, nyáron még ilyenkor világos van. De még 3-6, hallod?
Na, Zsanikám, elmentél. Itt vagyok. Oké. Csak már rájöttem, hogy lehet kamera állást változtatni. Ugye, ugye? És akkor most látod már magadat? Igen, mert eddig ugye nem a... Elő lapi kamera, hanem a hátsó lapi kamerán volt. De miért nem kérdeztél, mondta volna. Rájöttem. Akkor azért mutogathatom én itt a botokat. Na, ja. Itt mutogattam, hogy csak így ennyi van itt így kirakva. Ja. És ugye a srác az így megszólt, hogy egyeseknek három bottal is lehet horgászni. Ugye, milyen jó, hogy vannak kivétel. De amúgy meg lehet három bottal horgászni, mert hogyha úgy hát, hogy teszed le az kivesz, hogy plusz engedélyt még is, lehet. meg úgy váltott ki, akkor igen, van rá mód és lehetőség. Tényleg a kicsi fiamnak most már van, hogy hívják, állami területi engedélye erre az évre. Na. Úgyhogy... Hogy van egyébként, meg gyógyult? Jobban van? Á, most már jó van, holnap vegyük vissza a dokihoz, megmutatjuk neki magunkat, azt jövő héten már irány az akció, mármint az Ovi. Én most azért is mertem így kiülni, mert hogy lent van ugye az anyja, de most nem dolgozik, így legalább van egy kis szabadság, ja. Horgászhatok. A saját tavadon végül is egy picit. Ja. Közben hozzád írták, ugye az Acid Techno. Majd szombaton megyek. Holnap. Török Bálintra. Nem holnap, nem holnap. Nem, holnap dolgozok, péntek, szombat reggel megyünk majd. Ja, holnap még péntek van, igen. Szóval akkor majd szombaton megy Török Bálintra. Most jelenleg Tiszakécskén van a tudósítás, meg a igen. pincéből. Ja. Hát igen, elvileg benne van az, hogy ittasan, de ez egy olyan dolog, hogy nincsen meghatározva, mint mondjuk a jogosítványnál, hogy mit számít ittasnak. Én egy szájdert is berúgnék, szóval nekem tök. Valakinek meg kell 10 sör. Valakinek meg 10 pálinka. És még akkor sincsen berúgva. Igen. Ha elkészülnek, az általam megálmodott csalik. Igen. Akkor azonnal megyek. Hát ezt azonnal be is vetjük. Jaj, nekem kell még egy gyorsó. Egy gyorsóval nehéz lesz. Van olyan, aki annyit bír jönni? Hát nem tudom. Tényleg mi van a Csabival? Szólni kéne, hogy jöjjön is ide live-ba. Mert be tudjuk ragni, neki megvan már az ezer. Várjál, mindjárt rá pirítok. Kipike, menjél be! Hát a gipszkarton. Igen. Szia, szia. Zavarlak? Igen, ki vagy? Igen, ki vagyok. Miért nem jelzi ki a számot? Ja, te vagy Zoli, baszd. Még a másik számodból elmentve. Azt már nem éred el. Úgyhogy... Átírom akkor. Átírom. Szia, mi ott csinálsz? Zavarunk?
főzök most éppen, most jöttünk haza a kórházból. Most éppen a Dávid bátyja. Hát tudom, azt mondtad. Jó, mondtam, hogy mondta is, amit beajánlja. Meg ilyen biztosítási intézést csináltuk, meg a faszom tudja. Jó, figyelj, rövidre zárom. TikTokon vagyunk a Zsanival, ugye a Fishing Girl-lel élőbe, ugye a Sanyi is fent van, csak ugye neki nincsen meg az 1000. Azt gondoltuk, hogy mi újság van veled, akkor hogy hát, ha csatlakozol hozzánk így. Nem, mindjárt megnézem. Hát szent... én nem vagyok vízparton. Az mi? A Fishing Girl is a pincében van. Úgyhogy... Igen, az kicsoda Fishing Girl. Fishing Girl. Horgászlány. És rajtad röhög most. Hát mert hallja a beszélgetést. Ja. Na, úgyhogy... Na mindjárt megnézem, akkor menjek a föl a TikTokra. Hozzám gyere élőbe, és akkor tudod, kérje csatlakozást. Oké. Okay. Na mindjárt megveszlek. Oké. Ciao. Ciao. Szóval hallottátok, között csízik. Nem, amúgy azért jutott eszembe a Csaba, mert itt a Sanyi írta, hogy van olyan, aki annyit bír inni, kérdőjel, ugye itt a 10 pálinkáról beszéltünk. Ja, igen. És így eszembe jutott a Csabi. Igen, van olyan. De rég látott vizet az orsó. Meghívó elküldve. És itt van. Rég rátok vizet az orsó? És ja, én miért nem látódok, bazmi? Mert előbb kapcsolod be a kamerába. Hogy a faszomba? Ott van egy ilyen kamera, mikrofon mellett. Mikrofont látok. Megtalálod, jó. Megtalálod. Te régebb óta TikTokozol, mint mi. De én nem tudtam ilyeneket, mert nem nagyon szoktam ilyeneket csinálni. Jó van, hát azért tettem le, nem mondom, nem. De csak Dávid. Várjál, megmutatom itt a kollégámat. Gyere, majd ne szégyenősködj, bazd meg. Előbb kapcsold be a kamerát. Már be van. Hát én már látom magamat. Azért nyom meg a mentés gombot. Ja. Jó, men. Jó, jó. Na, sziasztok. Várj, mert közben én főzök, vagy sütök, vagy minden. Gyere, Dávid, addig beszélj. Beszélj, gyere, sütjél. Meglátja a csalát, hogy Szögy. Mi a téma, hogy mi a izépája? Éppen amúgy az volt a téma, a Sanyival arról beszéltünk, hogy itt készülnek a csalik, meg hogy beszéltünk így a PR-ról. Micsodát? Beszéltünk itt a PR-ról, hogy valaki szűz pálinkát itt meg tud inni, és akkor így eszembe jutottál. Na, menj a bicsába. Szögy. Amúgy itt kínülök, de nem dolva két szerelés. Na, az egyik kínülök. Igen, itt a Sanya is. Na, és már pálinka előkerült. Kedves egészségedre. Egészségedre. Minden horgásnak nagyban más. Sanyikám. Várjál, akkor jöltök én is. Megvárjuk a madamot is. Egészségetekre! Akkor már nem. Egészség. De szar a szemembe az meg. Sanyikám, köszönöm szépen. Most már remélem, hogy nem sokára kocintunk. Egy kicsit elbújik ez a szaridő. Igen, nőszi. Szól a zene, és fölhív telefonon, és beszélgetni akar vele. Csóka család. Nem, ez a Flintstones család. Nem. Hallod, mit mondod? Ez inkább a Flintstones család. Igen, itt mindenki bol van, csak én nem. Mi a helyzet amúgy? Hát a specialitásomat csináljuk egy izét, ilyen cornflakes-es csirkemelcsíkok. Meg most rizs van hozzá.
De amúgy van egy ízért, hogy mi szoktam csinálni? Krumplipürét, ilyen nagyon fasz a krumplipürét, főtt kukoricával összekeverem. Ó. Kurva jó különben. És most melyik hal leszi meg? Egyik se, a kukorica az enyém, bazen. Jaj, hallott, tegnap azért nem bírtam magam, ma mindjárt vettem, vagy 100 darab horgot AliExpressen. Hallod, az AliExpressen van egy termék, azt rendeld már meg nekem, majd átküldöm. Na várjál, olyan termékeket nem rendelek, ami ilyen pervers, meg ilyenek. 5000 forint, vagy 5900 forint, és a féderem az a kis világító patron, de elektromos, és tudod, az a kis elemmel működik, amivel az úszó is, és hozzá van egy adapter, ami USB-s, és kettőt tölt. Azt TikTokon láttad te is, nem? Á, igen, az egyik ismerősnél. Igen, és onnan láttam. És akkor... Most hangosan mondtad, de most már Dávidnak is kell. De nagyon okos, nagyon jó, és azt nézed, hogy azt az elemet is tölti, ami az úszódba való. Azt láttam, mert van egy ilyen izé, egy olyan, mint amit bedugsz a konnektorra, beledugod a két elemet, az tölti. Igen, csak ez nem a konnektorban, hanem az USB-s, ez bárhova dugod be. Vagy USB-s, ja. Igen, tehát a konnektoros izébe dugod be. Ja. Tehát amiben az USB-t bedugnád amúgy. De ezt még hogy hívják, a telefonodba is be tudod dugni. Az enyémben biztos nem. De, mert a régi, hogy hívják meg ezek az átalakítóval bedugod, és azt költi. Hát a telefonomat nem akarom tönkretenni. Így is már egyszer tönkre ment a tavadnába, az meg a rossz vízhatás, vagy a rossz vízminőség miatt. Hallod, a Sanyi, mit ír, látod? Merre? Azt mondja, olyan kapásjelzőt veszek, hogyha kapás van, tölt egy felest, és így jelez. Sanyi, az meg te nem változó. Lénye mit csinál a háttérbe? Én pakolok a szombati petához. Bazd meg, jó van. Levagytok, érted? Férfiak, látjátok? A kis szőke szépség, érted? Pakol a szombati petához. Ezért kicsit inkább őszülök már, ne haragudj. Azt hittem, nekem mondta, hogy az a szépség. Kérdezte a Dávid, hogy nem tud csatlakozni esetleg, van-e rá lehetőség? Hallott, Török Bálintra megy, úgyhogy ha gondolod, tud menni. Zsanival. Nekem... Ne szégyen öskönyvába, azt mondja, ne legyen meg én. Pestiek vagytok? Tessék? Pestiek vagytok? Persze. Azért van a tájszólás, mert régen vidéken éltünk. Amióta lejárunk Tiszakécskén, azóta van a tájszólásunk különben. Zolitól elkaptuk. Én is Pesti vagyok. Jó az a Török Bálinti víz amúgy, mert azt nagyon dicsérik. Egyébként nyáron tényleg 5 méterről is tudsz halat fogni, hát majd most meglátjuk. Valamikor 100 méter fölött kell fogni, valamikor közelebb is, hát majd kiderül. Ja, akkor nekünk az nem jó. Hát meglátom én is, mert egyelőre 80 méter, majd meglátjuk, hogy mit gondol. Bazen 80 méterig el sem látok, nem, hogy ebből nem dobni. Na hello Bálint, majd vele megyek petázni szombaton, aki most becsatlakozott. Szia Bálint! Most már nagyjából összevegyek. Anyikám, jól látod a helyzetet, igen. Azt tudom, a kozák volna nálam. Én meg azt hittem, hogy kigyulladt valami, aztán ugye ez a friss jelző. Nem, ha izé, a mikroát be. Ja, melegítettük a kukoricát a mikróba. Most nem a halak eszik a kukoricát, hallod, csak mi. Amúgy meg a főzésre így visszatérve, hogyha majd itt főzés, akkor majd kecske lesz. Megdöglött. Hát de várj, azt tudtad, hogyha egy hét után találod meg a döglött kecskét, már nem jó belőle pörköltöt csinálni? Ezért volt, hogy én csak 3 napot vártam vele, tudod, hogy egy kicsit acalodjon. Ebben az időben azzal semmi baj. Köszi is, anya, remélem. Én nem, én hogyha elástam. Volt benne kis kecske?
Jó, abból lesz a pörgöd. Szerintem, hogy három is szerintem. Szerinted. Próbált kibújni, de csak a fél lába jött ki a szádni. De hogy ízért, de el is közbelődött meg, hallott. Nem bírt megszülni. Hát miért nem fogtad meg a lábát, bazd meg? Hát, hát mert hogy nem voltál ott? Akkor még nem volt, amikor még hátra mentem nézni, és nézve, akkor még csak tágult, és így izé, és így. Még videót is csináltam róla, hogy hátra kibújik valaki, de nem. Reggelre ugyanabban a pozban ott feküdt, csak kicsit meg volt merevedve. Hát ugye, akkor leengeded a vérét, minden, akkor még jó az, ugye, hidegben. Nem akartam izé. Tiszta csont és bőr volt. Megesszük neketeket velünk hamburgernek úgyis, nem? Nem, gyroszt fogok csinálni, hát hasonló, mint a birka, úgyhogy. Többet nem eszünk gyroszt, bazd meg. Vagy rádarálod a pizzára, darált húsnak. Nem, amúgy egy pattogatott kukoricát csinálok belőle. De amúgy meg emut is megcsinálhatjuk. Így mi, az is van már? Az is van. Már van kint emu? Nem, hanem van húsom. Emuhús. De az még nagyon száraz, nem? Azt mondja, az olyan, mint a marha. Annyit csinálni kell pásztorra, hogy azt mondja. Igen, van kolbász hozzá, meg talonna. Ja. Az a pásztortár, hogy az ott volt, Sanyikám. Az, hogyha nem lennék ilyen szégyellős, azt mondanám, hogy jobb volt, mint amit én főzök majdnem. Egyetlen egy gond volt belőle, amúgy csak. Nagyon keveset csinált. Azaz, jó, akkor tudod te, hogy mi a probléma. Tudom én. Na várjál, még egyszer iszok még egy pálinkát az egészségetekre, aztán én elbúcsúzok, mert itt Dávid csámcsok veszik, azt nem akarom, hogy az egész internet hallja. Á, nincsenek sokan, csak négyen vagyunk, tudsz egy. Mindegy. Egészség. Na, kettő. Jó, akkor neked jó, Fogász Zolikám, meg neked is. Köszi. Aztán majd beszélünk. Majd legközelebb már valami vízpartról jelentkezünk, remélem. Sanyikám, neked is egészségeset, vagy egészségedre. Ezt nem dicséretnek szántam, hogy keveset főztél. Sziasztok! Hello, hello! Várjál, hogy kell kilépni, az X-el? Várjál, kitírtalak, tudod. Na, várjál, nézd az adás. Nem jó, bazd meg. Ilyenek tök jók amúgy. Mégsem. Nem jó. Dávid, hogy kell kilépni? Dávid, hogy kell. Tudod, megnyomod a telefont, és addig nyomod, amíg besötétül. De várj, nem bírok kilépni, bazd meg. Hát, bazd meg. Most Most a kamera ki lett kapcsolva, de a hang még van. Most megint van a kamera. Egy már innen nyomodott egyetek az ember. Másik kilódást akarsz nézni. Megerősít, igen. Na. itt vagy még Bálint egyébként? Összeraktam én is akkor a cuccokat, akkor csak halaspállet legyen? Mindjárt megnézem itt a... Jaj, nézők közt. Nem, elment, előbb még itt volt. Még írt is. Mordor van, látom, Mordor van. Az mi akart lenni? Vele megyek majd pecázni a Palla Bálinttal. És a életét kintölti a török bálinti horgásztavon aztán. Mennyire kevesen lettünk. De ezek, látod, amikor a 30 ezer like volt, emlékszel? Az milyen jó volt. Ugye? Ja. Rohantunk Sanyi. Egy eszembe kamerát, jutott, érted, kamerát. A 10 pálinkáról, érted, eltelt 3 perc, vagy az 5 perc, 2 pálinka. Látom, Mordor van. Na. Hát nem tudom, mit akart írni az, mi történt ottan. Nekem már csak a vödröket kéne föntről lehozni, és szerintem megvan minden, mert rottpodot nem viszek, ne kelljen szarakodni, mert be kell húzni ilyen kiskocsival a cuccokat.
A minimál peca az nálam most jelen pillanatban ez így. Hogy. Na, szóval van ott egy... Várj, átrakom a kamerát. Hiányzik a sátor, mi? Ja. Várja. Ja. Na, most nem látunk semmit. Mindjárt, miért nem teszi át? Na, így. Csak így egyszerű, mert akkor látom azt, hogy mit mutatok. Aha. Mert szerintem a Bálint hoz majd bölcsőt, azt nem rakok el, de az enyém legyen koszos. A szerszámos láda, a csalistáska, ugye rekeszbe most belaktam az orsókat, törölközött, meg leszúrókat, aztán így ennyi. Minimál peca. Akkor most ilyen leszúros rotpódot vissza? Hát csak ilyen sima leszúrósok, ugye a féder izét rakom belem. Aha. Most fogok én is rendelni új rotpodot, meg kapásjelzőt, meg swingert, minden szírszart. Aztán most beújítok. Hát nem tudom, én majd lehet, hogy elkezdek majd keresek egy olyat, aki swingereket csinál. Aztán ilyen, ugye a saját swingereket meg kéne csinálni. Ugye nagyban más logókkal. Bár most még előteljesen gondolkozok egy olyanon, hogy ebbe te is így beleugorhatsz, hogy fel lesz ajánlva esetleg valami csomag, pecabot, vagy nem tudom micsoda, vagy etetőanyag, vagy vásárlási utalvány valami horgászboltba, és nagyban más logótnak a gyártását csinálják meg az emberek, azok, akik esetleg tudnak Photoshopot kezelni, vagy akár mit tudod így feldobni egy ilyet, hogy, aha, hogy akkor tervezd meg a nagymamád más logóját. Mindenki, aki beküldi, utána lesz egy szavazat, hogy mi az, amelyik kinek melyik tetszik, és amelyik a legtöbb szavazatot ér, vagy kap, az viszi a díjat. Hogy egy ilyen... Úgyis én fogom majd megcsinálni. Hát ezt a izét, dokumentumfilmet is így összedobtam, hallod. Mennyi darat csináltad meg? Mi? Mennyi darat csináltad meg? 5 óra. Úgyhogy... Tudom, hogy egy vicc kategória 5 óra alatt egy ilyet összedobni, de már nagyon kellett, hogy figyelj, azért sokkal hosszabb és sokkal több is lehetett volna, csak itt a hangokkal játszani. Gyere ide, kisfad, vizi! Gyere ide! Sziasztok! Szia, Zatya! Ja. Jobban vagy már? Még nem. Pulcsiba rohant ki legalább? Igen. Na. Van egyedi gyártás, ami polcain, ami pulcsin van, nem jó. A Sanya bevallva ezt a pontot, ezt már én már láttam valahol. Valamin. Úgyhogy hiába egy, ugye felirat, meg ezek azok így igen, de én inkább egy színesre gondoltam eleve. Szóval valami kis ilyen full colorba. És igen, sok hasonló van, és hát épp ezért kell olyat, ami hát egyedi a lényeg ilyenkor mindig. És igen, sok hasonló, és itt a lényeg az, hogy nem biztos, hogy a halat kell. Szóval lehet, mondjuk teszem azt ugye rövidíteni, szóval mondjuk a N betűt, meg az M betűt ugye, mint nagyban más, ugye az N, M egymás mellett, és
azoknak is van kismillióféle változatuk és árnyalatuk, amiket így lehet. Szóval nem biztos, hogy éppen az, hogy egy halat kell mögé rakni. Főleg, hogy nem csak erről, nem csak a halakról szól. Jani? De van itt a Zsani, neki is köszönjél. Hello. Csak ne szilverben színű legyen. Hát, végül is olyan színekkel kell megcsinálni, amit sok mindennel ki lehet hozni, és olcsó a nyomtatása, röviden kevesebb színet kelljen használni. Általában ugye a fekete-fehér az olcsó, a két színű, aztán három színű, szóval ezeket mind-mind így szokta. De hát ez még arrébb van. Most még egyelőre csak egy ilyen, akár egy ilyen kis matricát, hogy legyen, hogy ha van egy ilyen swinger, akkor csak így rá tud rakni a matricát. Vagy a botra, vagy bármire, és azért ez már egy egész jó. Hát nem nagyon akarja elhúzni itt a halacska? Amúgy meg nem szivárvány szín, hanem vagy cuki rózsaszín, cuki-muki rózsaszín lesz, vagy lila. Ahhoz képest, hogy lány vagyok, azért nem szeretem minden balról szín, ugyanúgy a botba sem. Én nem a lányokról beszéltem, édes, tudod. Gyere. Azt hittem, így beszél. Hát, még élőben vagyok. Tisztelet mindenkinek. Micsoda? Faterod? Ja, igen. Pakol, valamiért lejött. Kitúrtam a saját pincéjéből. Épp amúgy akartam mondani, hogy az ipari áram is be van oda vezetve. Van itt mindannyia. Jó lesz a bojli keveréshez. Igen, különözött, mi kell még? Akik a vödrök fognak kelleni, aztán ennyi székben van a kocsiba, gumicsizma a kocsiba. Ja, megvan mindenem. Bezáradsz. Jó, bezárok majd. Na, aztán meg majd valahogy rá kell jönnünk, hogy hogyan, most már ez így működik. Most arra kell majd rájönnünk, hogy hogyan tudunk párbajozni. Mert ugye az még mindig nem sikerült, hogy a párbajt megcsináljuk. Ugye egy ilyen rózsa van, hogyha valaki küld egy rózsát, ami nem tudom, hogy hány forintba kerül, mert ugyankor ugye valami összegfelajánlás, vagy én nem vágom ezeket, akkor egy tojást kell megennem nyersen, de ez elmarad, úgyhogy tojás evés elmarad. Tavaszra csak rájövünk, hogyha mire lekerülök. De vannak így ötletem így a versenyre, mondjuk teszem azt, hogy egy kanál zsírt megenni. akkor egy fél deci olajat mondjuk meginni. Azt akarod, hogy a WC-ről pecázzunk? Nem, éppen az, hogy addig, amíg nem horgászunk, addig ilyen dolgokat csinálni. Akkor mondjuk, ha egy kicsit, akkor ne legyen már olyan drasztikus, akkor citromlevet inni egy decit, de abból is mondjuk van ez a lime arakú citromsárga, szóval, hogy hogy összehúzza még a seggyukunkat is, olyan savanyú. Mert valami ilyesmik vannak általában ezekben a fogadásokban, vagy hogy én nyerem, vagy ki nyeri meg. Te mit találnál ki? Hát, nem tudom, hogy még én is elvállalnék, nem tudom. Egyensúlyozz egy kőzével a fejedben, valamivel? Melyet láttam már. Meg mondjuk nem kell, hogy hívják, megenni a tojást, de a szádba kell tartania a következő körön keresztül. Oh. Az egész tojást. Körön vagy az egész? Tehát az egészet. Az első tojás talán befér a számba. Az nincs meghatározva, hogy mekkora, érted?
truccolják. Ne villanykörte legyen, tudod. Szia, Zsolti. Szia, Zsolt. A kérdőjel? Hát most tulajdonképpen az, hogy hogyan tudunk párbajozni. Nem jöttünk rá egy pár perc alatt, vagy pár óra alatt. Úgyhogy maradt az, hogy ez a párbaj elmaradt. A Zsani készül a holnap utáni pecájára. Én meg várom, hogy elsüljön akár valamelyik, de sajnos nem akar. Radarra nem néztél rá? Ja. Nem. De ami késik, nem múlik. Mindjárt ránézünk, akkor a radar kép mit mutat. Csatlakozzunk a Deeper-re. Halak a vízben. Mondjuk az tök jó. Zoli mögött. Na, akkor. Ne arra menjél rá. Úgy. És azt jelzi a Deeper-nek, hogy van wifi, meg van net. Nem írja ki azt, hogy nincs a hálózaton net. De most már megjött a felkiáltójel. Pálinka, a pálinkás emberünk már elment. Bejött téloldásba, megívott kettő felest, egy 5 perc alatt azt. Úgy tudom, hogy te sem nagyon iszol alkoholt, Zoli, nem? Hát nem nagyon. Most akartam, hogy itt volt a pálinkás emberünk, de nem hallottam, mire mondtam, hogy na, akkor ígyunk, addigra már ő túl volt rajta. Szóval látod, tiszta nagyon a terep. Jaj, Csabikám! Az a gond, hogy valami olyat kellene feldobni, hogyha hogy az ellenfélnek is, mert könnyen veszitek egy ilyen hölgyel szembe. Na, ott azért az valami megjelent, látod? Ott az alján azért ott vannak. Tényleg az oszlopra van lerakva? Hogy, hogy kell most elképzelni a Deeper-t? Úgy, hogy a bójára rá van kötve egy fél méteres damillal, és ugye az ott így a bóján van. Aha. Nem, ugye az a jó, hogy oda van írva, hogy ha Pesten jár, Csabi. Ha veszitek, soha nem megyek Pestre azok után. Megint alul. Megmelette. Azért van ott valami. Igen, az ott ragadt. Emelkedve, mert az éppen ott megállt alatta, meg felette is ott van valami. Látod, most ment ki a radarnak a látószögéből. Aha. Ugye ezt úgy kell amúgy elképzelni, hogy ugye teszem azt mondjuk ez a oszlop, vagy a bója. A bója. Itt a tetején rá van egy damillal, és ugye tulajdonképpen itt van, ugye a bója az el van mondjuk akkor így kicsit így dőlve, így tulajdonképpen akkor így ezt veszi, amit alatta van. Az tök jó. Én viszont felrohanok a emeletre mosdóba, mert itt az nincs annyira meleg, jó, mondjuk ott sincsen sokkal meleg, de bepisile. Mindjárt jövök egy perc, meg lehozom a vödröket, hogy ezt ne felejtsem el. Oksa.
Már te se sűrűd. Miért, Csabikám, hova kerültél, vagy hol vagy most? Jó lenne valamikor lejönnél. Németország, hogy kimentél dolgozni? Itt hagytad a családot, mindenkit? Vagy kivitted őket? Ja, na hát most melyik? Én jó vagyok amúgy, kicsit kezd már fűs lenni, de attól függetlenül jó vagyok. Még egy ideig még. Közben akik itt vannak, a Sanyit, azt kövessétek már be, hogy legyen meg nekik a, neki a 10 000, hogy tudjon ő is itt live-ozni velünk. Tudom, hogy nem vagyunk sokan, de attól függetlenül az a 7-8 is számít. Úgyhogy légy szíves, kövessétek már be a Sanyát. Á, majd, hogyha itt lesznek a Sanyék. Na, azt kiszedték. De úgy meg mindig jó a pálinka. Gyűjtöm, oda ki van rakva azóta is az ablakba. Idén új dolgok vannak. Ki van rakva egy helyre a pálinka, welcome drink. Aki jön, az tölt magának, aztán iszik. Hát igen. Csak gyere egyszer már úgy, hogy bejelentés nélkül akár. Nem kell érted ide szólni, hogy jövök egyszer, csak állíts ide, hogy itt vagyok, ragyogok. Opa. Opa. Épp időben. Épp időben. Na, mi történt? Na! Hoppá! A naphala. Ajaj! Úgy lejtette. Ja, nincs azon kapás jelző, nem? Csak karika. Ja, ilyen idén tépőzáros kapás jelzőt használok. Spórol a fűtéssel, hideg van, lehet már. Hala, repül vissza. Szóval tulajdonképpen ennyi idő kellett ahhoz, hogy az etetés beérjen, úgymond. Ide érkezzenek a keszegek. Most, hogyha ugyanoda visszadobom, akkor jön folyamatosan, csak a kapás ez ma vízbe esett. Az jó. Megvan. Tartsd addig a lelket a többiekben, míg etető, vagy mi az, csalizok. Ja, de csontit raksz vissza rá? Az rajta maradt. De etető kosárba kell azért. Ja. Itt a fogadták.
A alsóra vagy a felsőre jött? Nem tudom. Nem is figyeltem. Milyen csalikat viszek? Hát, ami a ládában minden vegyes. Általában ilyen, hát ilyen 6 és ilyen 8-9 milliméteresek. Pop-up meg waftersek. Kajában inkább csak sima halast viszek. 2 milliméterest, meg látom, majd lehet ilyen kupakolásnak valami mást, ilyen F1, ilyen édeset teszek majd rá, ilyen sárga színű, vagy még ilyen sötét színűt meglátom majd. Jogi. Amúgy ott van a... Nem tudom mennyire. Az a kapásjelző amúgy. Ja, látszik. De hogy így rávilágítok. Csak az rá kell világítanom. Ja! És ott van a bója, látod? Hát, nem biztos. Belátni? Most. Most igen. Ott a cica. Itt van az úszómacska. Tudjátok, hogy miért az? Micsoda? Mondom, itt az úszómacska. Tudjátok, hogy miért az? Miért? Ja, szeret, be szoktad dobni? Megmutassam. Ne. Én úszó cic. Na, akkor vissza. Süllő az még nem jelentkezett. Igen, na ott. Megköztem a szerencséd, igen. Menj be érte, jó a víz, igen. Jó lesz, igen. Majd Sanyit, azt meg fogod ismerni, te is, mert amikor jössz, akkor ő tudja, hogy itt lesz. Köszi. Ja, azt hiszem, szombatomat live-ozunk mi is, hogyha esetleg ráérsz, akkor majd pillancsánk nyugodtan. Jó, menjél, Sanyi, nyugodtan. Sanyit kövess be, és akkor láthatod a ő live-ját is így szombaton. Sőt, lehet, hogy akkor majd előtte konzultálunk, azt majd együtt live-ozunk. Ja. Mondjuk Szelet is ír, nem tudom, mennyire lesz majd hallható, amit mondunk. Havat is ír. Én, ha szél van, akkor én nem ülök ki. Ja. Az a volt Török Bálint, ott mindig szél van, basszus, ott az a kurva szélcsatorna, vagy nem tudom. Hát de nem tépi le a fejünket. Na, szia, Sanyi. Hello. Igen, amúgy azon a területen ezek a bányatavak, azok mind ilyen szelesek amúgy. Az nem bányató egyébként, a Török Bálintén. Az nem. De majd meglátjuk, fölveszek mindent magamra, aztán meglátjuk. Hát, hogy én is mindjárt lecserélem a sapkámat. Na, végül is a radar jól mutatta, hogy ott vannak a halak, ja. Látod? Igen. Körbe szoktál azért így néha menni vele egyébként, hogy hol vannak a halak? Azt mondta, hogy nagyon sekély a víz ahhoz, és tudod, hogy elmennek azonnal. Ja, azonnal elmennek. Olyat már csináltam, hogy így fogtam, és így bedobtam a radart, és
hadd menjen, vigye a szél meg a hullám, és így néztem, hogy mi van, hol van, merre van. Majd összeszeded. Hát persze, igen. Úgyhogy... Egyszer volt, hogy már így nagyon eltűnt, sajnos. Lehet, hogy felveszem a kis kötött sapkámat, mert így ezzel a fejjel... Fázik a kicsi fejed. Hideg a baseball sakinat. De a Parasz bácsi is kötött csapka, hogy már mondták. De teljesen mindegy, édesanyukám kötötte még kiskoromba. Hát szabadon is abban, hogy nem bizony. Látó volt, vagy a fejem nem nőtt tovább, vagy nagy fejű voltam. Szóval így van olyan kép, ahol szánkózok, 5-6 évesen, és ez a sapka van rajtam. Tényleg? Igen. Szóval azért most tényleg a kérdés az, hogy a fejem volt akkora, vagy a sapka nyúlt meg? Hát ez jó kérdés. Amúgy határozott ejtős kapást csinálta a keszeg, pont lemaradtál róla. Pedig gyorsan fűtöttem. Szépen. De alud menjél el megint, érted? Mert akkor legalább jönnek a halak. Már idehoztam mindent, már itt van minden. Lehet, hogy még hűtőben van még vethető anyag, de azt majd anyuval reggel kivetetem. És így szépen lejtette, megint húzott egyet, és akkor már megvolt. Azt hittem, hogy valami ponty lesz, mert amúgy azért lehet, hogy egy ilyen kis vicces kategóriájú botocska, de a fék attól van beállítva. A fő zsinór az egy, hát egy 9,8 kiló szakítású 12-es pergető zsinór. Úgyhogy azért a végén tulajdonképpen a horog az az, amelyik egy ilyen 3-4 kiló szakítású kis 18-as damiló van rajta. Vagy 14-es, nem is tudom. De hogyha éppen egy komolyabb pont így megindul még, akkor el lehet ezzel még bohózkodni. Csak azonnal a féket ki kell engednem, mert a főzsinóron bírja, csak a horgos nem. Aha, eltépi. Ez egy 3 kilós pontig simán, nem kell állítani, de tudjuk azért, itt vannak azért komolyabbak. Mikor fogtak utoljára amúrt egyébként? Mert most csomó helyen láttam, hogy amúrokat is fogdostak. Hát figyelj, idén még nem volt amúrfogás, de már tokot már fogtak, úgyhogy többször is. Tavaly meg egy tokot nem fogtak. Hm. Most tavasszal lesz az jó. Amúrozás? Tokozás? Nem, a tokozás. Jó, munka 90 percig élő sztél, ne felejtsd el szünetet tartani. De ilyen hülyeségeket minek ír kell ki? Legalább azt írják, hogy mennyire húdozni, szarni most, vagy töltsd fel az akkumulátort, az még legalább értelmes is. De hogy ne felejtsd el szünetet tartani. Ja, ezt a TikTok írta ki? Vagy mi nem látom? Ugye a Sanya, amikor beírta azt, hogy bekövettelek, utána. Ja, én azt nem látom, azt nézem majd. Sziasztok. Aha. Meg szerintem a párom is itt van, ha jól látom. Majd átudom. Igen. Majd átudom. Na, hogy a tokozásra visszatérve egyébként, én nem is tudom, november környékén voltam lent gyálon. Az egy ilyen pici egyesületi tó. Láttam azt a szép tokot, azt ott fogtad? Nem. Nem, akkor nem fogtam, csak velem szemben volt két srác, hajóval voltak, és mint kiderült, lazac filével pecáztak, ugye, meg ugye a parcélen. Úgymond kifogták a legkisebb tokot, ami 20 kiló volt, és kifogták a legnagyobbot, ami 40, nem tudom hány kiló volt. Most a csajszia az jött, ment ugye motorra, meg csipolvasás volt, ugye dokumentálták, hogy hány kiló.
Hát ő nagyon durva volt, és miután visszaengedték azt hiszem, az első tokhalat, rá egy két percre álltam a part szélén, és kb. Konkrétan egy méterre a parttól, egy két méteres tokig. Úgy szép lassan elúszott. A kurva anyád, az gyorsan elkezdtem beletetni part szélre, de sajnos a tokot nem fogtam, csak ilyen, nem, egy amúrt fogtam, egy kisebb amúrt, meg kettő pontyot, talán meg egy kárászt. Nem úgy, ez, hogyha tokot akarsz fogni, akkor a legegyszerűbb ezek a tonhal, vagy pedig bármilyen tengeri. Igen, és igen. Az se baj, hogyha egy kicsit érted, nem a hűtőbe tárolod. Adsz neki egy kis szagot. Na, ott is tényleg ugye pellettel, ilyen 14 millis pellettel beletettek, azt behúzták, és akkor a horogra egy ilyen kis ladac, kis cafatka volt fölrakva. Lazacocska. Csak néha vagy itt, drágám. Xboxozol, mi? Félszemmel néztek. Most átadtam neki az Xboxot, mert mostában is rákaptam. Ez hagyj játszon. Igaz, magának vette, de... Régi Xboxot felvásárlok, vagy keresek, azt lehet hozni a gyereknek. Hát, most az újat vette most meg. Lecserélte a régit. Régit egy nap alatt eladta konkrétan. De ezért... csak itt olyat, de várj, csak olyat, amelyik, amelyik nem a HDM is. Ja. Szóval az a régi kell nekem. Ja, olyan nincs. Na, szóval lehet, hogy megyek haza, aztán kitúrom, egy kicsit játszok én is. Mizével játszok a Sniper Elite 5-tel, ilyen lövöldözéssel. Ám jó, most elkezdtünk megint, hogy hívjuk, Counter-Strike Source-ozni. Úgyhogy nyomjuk a csét. De egyébként tanulom, hogy nagy apartmanba beköltöztetek, vagy... Hát az nem az, hogy beköltöztünk, hát az a miénk ugyanúgy. Szóval, hogyha most nincs kiadva, akkor most miért a kis lyukba legyünk? Ja, nem csak ugye láttam mostanában volt képeket, mert ugye a karácsonyt is ott láttam. Ja, persze, persze. De hát, hogyha vendégek jönnek, akkor átszucolunk, valami tíze, akkor átjövünk most. Uh-huh. Ja, persze, így kényelmesebb. Figyelj, mivel a fűtés az központilag van, és így az egész házat fűti, így örülök annak, hogyha jön vendég, mert akkor legalább valami fedezi a fűtéset. Aha. És hát most télen, amikor szarabb az idő, és jobban be vagyunk zárva, akkor azért az mégis egy nagyobb hely. Ja, persze, persze. Így igen, tulajdonképpen úgy vagyunk, hogy hát ott meg lett csinálva a projektorszoba, meg lett csinálva a jacuzzi beletve, de tényleg meg akartam mutatni itt a kis izét. Ne, csak ugye ott van, hogy fogjuk. Na ugye, hogy kell tenni? Másikra? Én tudom. Menjünk tovább, kamera átfordítás, és már meg is van. Na, szóval. Ugye ezt a kerítést még most csináltam, azért olyan... Fejlámpa rajtad van? Vagy tudsz nyomni egy fejlámpát? Fejlámpa rajta maradt a baseball sacsi. Na. Ugye itt van a helyed. Igen, az én helyem. Én oda fogok visszamenni. Ugye így... lecsinálva egy ilyen kis kerítés, ugye látom, hogy itt vannak a elemek. Kis melegedőm, ami elaludt. Akkor itt van fent. Baja, azt látom. Erre itt van fent amúgy egy kamera is, amivel ugye látom akár a botokat. Hogyha kapásunk van mondjuk a másik boton, és futni kell. Ugye azon az oldalán is meg lett így a kerítés csinálva, és így tulajdonképpen megvan a kis privát VIP rész. Mm-hmm. Ugye mutatom azért a kamera képét, hogy mit mutat. Nagy kutyák meg vannak még? Persze.
Olyan kis csendesek. Meg teletobálták magukat. Meg ha kint vagyok, akkor nem nagyon pofáznak, mert rájuk szólok, hogy pus legyen. Na, és akkor vissza. Hello. Elnézünk a Deepőre, hogy ő mit mutat. Jelen meg. Itt folytatódik. 6,2 fokos a víz. Nem tudom, hogy hogy lehet látni, hogy azt is... Aha, most már így lehet látni. Aha. 6,2 fokos a víz. Hát az... Cidri. Na, de amit akartam mutatni, az a... Az az én kis... De van ő! Ott a kapcsolatban az ő, úgyhogy azt is lehet látni. Illetve ha a szingerek megszólalnak, akkor még hallani is. Ott vannak a kutyák amúgy. Mert tudod, eddig hátul volt a kamera. Itt a hátfalán volt. Igen, hátul volt. Na, hangot ezt lekapcsoljuk. Most több helyen van amúgy kamera, csak... Mert ugye más-más kamerarendszerek lettek megcsinálva. Ugye, arra is került fel egy. Ugye, ott a bejáratnál is van kettő, hátul is van, ott azokon a pontokon is. Ez csak az én privátom. Na, ott vagyunk, hogy 45, maximum szerintem egy 7-ig. Mert látom, már te is már mennél nyomni a játékot. De anyu megcsinálta a zserbót, abból akarok hazavinni. Van még otthon túrós dereim, vacsizok. Aha. Ja. Na, most már az hideg van itt lent magát, és edzőcipőben vagyok, azért fázok itt lent. Jó, tudom, nálad még hidegebb van, mert kint de nem úgy vagyok felöltözve, mert nyilván, hogy tudom azt, hogy kint leszek, akkor tundra bugyitól elkezdem, mindent fölveszek. Most így cidri van. Hát valahogy ennek meg majd utána járunk, hogy hogyan lesz, vagy lehet csinálni ezt a akármicsodát. VS-ezést. Na. Ja, tele. Halló, halló, élőben vagy, vigyázz. Ja, akkor majd visszacsörök, ha már nem leszek élőben. Figyelj, egy olyan 15 perc vagy. Habár figyelj, elköszönök okay. Most már akkor Biaktől, jó? Várj egy percet. Jó, oké. Na, hát akkor legalább nem kell tovább fázlod, neked se. Úgyhogy, de már is már töltőről a telót, aztán így már merül az, hogy szívja az aksiát szépen. Ja, hát figyelj, 60%-on maradtam még, úgyhogy az egész. 59-en vagyok.
Egy halat láttunk, az a lényeg, úgyhogy azért... A lényeg az megvolt. Azért legalább ezt teljesítettünk, hogy mutattunk egy halat a nézőknek. Na jó, vigyázz magadra, készülj, és akkor majd szombaton. Jó van, jelentkezek majd. Oké, és szia! Sziasztok! Sziasztok. Igen, mi is kicsit a leállítással. Befejezés. Jó.